Köszöntöm nézőinket, friss híreket hoztunk, lássuk, melyek a fontosabbak. Folyamatosan gyarapodott ezen a héten az újonnan azonosított koronavírusos esetek száma. Kétféle felmérési módszert készít elő a Környezetvédelmi Minisztérium a romániai medvepopuláció felbecsülésére. Gazdatalálkozó és hálaadó ünnepséget szervez a Caritas vidékfejlesztés, ahol az egynapos rendezvényen több kísérő program is lesz. Folyamatosan gyarapodott ezen a héten az újonnan azonosított koronavírusos esetek száma. Az oltáskampány viszont nem gyorsul. A szakértők azt mondják, szeptemberre ismét gondokat okozhat a járvány. Több napja már, hogy 500 fölötti új koronavírusos esetet jelentenek a hatóságok, pénteken már a 600-at is meghaladta ez a szám. A járványhoz köthető halálesetek száma is ismét növekvőben van. Hargita megyében is hasonlóan alakul a helyzet, miután több mint 6 hétig nem kellett halálesetről beszámolni, csütörtökön ismét elhunyt egy személy a koronavírus miatt. Aznap 8 új esetről számoltak be a megyében. Gyergyószéken egyelőre nincs ok aggodalomra, itt továbbra sem tartanak nyilván koronavírus fertőzötteket. A járványügyi szakemberek ismét megkongatták a vészharangot, akik szerint a hónap végére már 900-ra emelkedik a napi esetszám, szeptember második felében pedig 24 óra alatt akár 1600 koronavírus fertőzött is bekerülhet a nyilvántartásba. Valériu Gheorghiță, az országos oltáskampány koordinátora szerint a lazítások, valamint a delta típusú, jóval fertőzőbb vírusmutáns megjelenése miatt az esetszám növekedés gyakorlatilag elkerülhetetlen, nem beszélve arról, hogy a lakosság közel kétharmada még be sincs oltva. Gyergyószentmiklóson napi 20-30 személy jelentkezik oltásra átlagosan ebben az időszakban. Az oltóközpont meghosszabbította a nyitvatartását, 14 óráig fogadják az oltakozókat az ott dolgozók. Továbbra is elérhető úgy a Pfizer, mint a Janssen oltóanyag. Előbb itt 12 év fölötti fiatalok számára is lehet igényelni. Kovászna, Ilfov és Iași a három legszennyezettebb levegőjű megye Romániában, míg Hargita és Galac megyében a legalacsonyabb az állópor koncentrációja, derül ki egy levegőminőséget figyelő társaság csütörtökön közzétett elemzésének eredményeiből. Az elemzés szerint a szakemberek 2020. novembere és 2021. februárja között mérték a levegő szennyezettségének mértékét Románia megyében, tekintve, hogy a szállópor koncentrációja a hideg évszakban a legmagasabb. Az ország legszennyezettebb megyének feltérképezésére felhasználták a társaság több mint 200 országszerte elhelyezett mérőműszere, illetve az állami mérőállomások által regisztrált adatokat is. Kétféle felmérési módszert készít elő a Környezetvédelmi Minisztérium a romániai medvepopuláció felbecsülésére. A részletekről Táncos Barna számolt be, és a Mirusz Egyesület is véleményt formált a kétféle becslési módszer hatékonyságáról. Hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben a medve problémákra megoldást kínáló kiegészítő kormányrendelet, amely a szakemberek szolgáltatásainak kifizetését szavatolja. Jelentette be Táncos Barna környezetvédelmi miniszter a sajtóképviselőknek a Székelyudvarhelyi körútja során. Újságírói kérdésre arról is beszámolt, hogy jelenleg kétféle módszerrel készülnek a romániai medvepopuláció felmérésére. Az első erre vonatkozó kiírás mandátumának átvétele után februárban indult el. Ennek során a régi, klasszikus módszer szerint szerződést kötnek a vadásztársulatokkal és tudományos korrekciókkal végzik el a becslést. Ugyanakkor van egy uniós finanszírozás, amelyben egy genetikai alapú vizsgálatok, genetikai vizsgálatokon alapuló populáció felmérés fog történni. Ebben az előkészületek elkezdődtek, nagy valószínűséggel jövő év tavaszán kezdődnek a biológiai minták, kezdődik a biológiai minták begyűjtése. Ott egy óriási volumenű munkáról van szó, valószínűleg több
10 000 mintát fognak begyűjteni. A kétféle becslési módszerről a Milvusz Egyesület biológusát is megkérdeztük, aki úgy vélte, hogy a mancsnyom becslés nem alkalmas arra, hogy a romániai medvepopulációt felmérje. Mivel a medvék lábnyomai hasonlítanak egymáshoz, egyszerűen lehetetlennek tartja, hogy ezekből az adatokból becsült értékek hülyen tükrözik a valóságot. Emellett a felméréseket nem egyszerre végezték el a vadgazdálkodók, így ugyanazok az állatok átmennek egyik mérterületről a másikra. Az adatok nem voltak megfelelően összesítve, és kérdésesnek tartja azt is, hogy miként dolgozták fel őket, mivel erről pontos, kidolgozott módszer még nem látott napvilágot. Ezzel szemben biológiai minták begyűjtése alapján történő becslést ígéretesnek és pontosabbnak tartja az ország medveszámának felbecslésére. Ennek ellenére nem kell túlzott elvárásaink legyenek, még ha megbízható módszerekkel és egy jó felméréssel mindenképpen megszületik egy olyan szám, amelyet mindenki elfogad majd, ez még azért különösebben nem jelent önmagában semmit. Tehát az, hogy pontosan tudjuk, vagy legalábbis nagyobb bizonyossággal tudjuk azt, hogy mondjuk 2000 medve van, vagy 15 000 medve van akár Romániában, ez önmagában nem sokat jelent. Tehát nem tudjuk továbbra sem azt, hogy mi az eltartó képesség ezeknek az élőhelyeknek. Tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy a 2000 az túl sok, vagy túl kevés, nem tudjuk, hogy a 15 000 az túl sok, vagy túl kevés. Itt ennek igazából akkor lenne értelme, hogyha mondjuk sikerült tényleg kidolgozni egy jó állománybecslési módszert, és akkor ezt periodikusan onnan kezdve meg kell ismételni. Akkor legalább egy annyit fogunk tudni tényleg, hogy az állomány az növekszik, csökken, esetleg stagnált. Egyébként arról sincsenek pontos adatok, hogy mekkora volt a medvepopuláció az állatok vadászatának 2016-os betiltása előtt, de mint minden európai tagállamnak, így Romániának is kötelessége volna követni az ország medvepopulációját. Ezekből a mérésekből pedig nyomon követhető lehetne a populáció növekedése, avagy stabilitása. Letette a hivatali esküt szerdán este a Florin Kucu vezette kabinet új pénzügyminisztere Dan Vulciano. Az eskütételi ceremóniát a Kotrocsenyi palotában tartották, Klaus Johannis államfő jelenlétében. Az eseményen az államfő mellett részt vett a két házelnök, Anka Drágu és Ludovik Orbán, valamint Florin Kucu miniszterelnök is. Az idei évben is népszerű nyaralóhelynek bizonyul Szováta, rengetegen megfordultak a fürdővárosban a nyár folyamán. Szováta minden évben népszerű üdülőhely, főként a romániai, de számos esetben a külföldi turisták számára is. A koronavírus járvány a tavalyi évben akadályokat gördített a vendéglátóegységek működése elé, viszont az idei esztendőben kárpótolni látszik az elmúlt idő. A 2021-es szezon rengeteg turistát vezérelt Szovátára. A főszezon legalábbis nekünk július 15-től kezdődött, és ameddig tart a jó idő, legalábbis ha kitart egész addig, amíg az iskola kezdés, ugye, akkor az nagyon jó. De ez azért teljesen az időjárástól függ. Hamarabb kezdődött mondhatni egy 10 nappal, mint az eddigi években. Nem tudom, hogy minek köszönhetjük ezt. Valószínű annak, hogy megkapták az emberek ugye ezt a szabadságot, ami a tavaly teljesen ugye hiányzott az életükből. Úgyhogy én ezt láttam, a jó idő is befolyásolta mindenképp, hogy hamarabb megérkeztek Szovátára és betértek a szálláshelyek. Ebből ennek következtében ugye mindenkinek sokkal erősebb szezonja volt, mint tavaly. A statisztikák azt mutatják, hogy a járvány előtti évekhez lehet hasonlítani az idei helyzetet. A főszezonban a medvetó népszerűsége nem csökkent. A 2021-es szezontól és egyben az egész évtől az volt az elvárásunk, a reményünk, hogy egy tavaszt fog hozni az életünkbe, ami a megújulásról, az újrakezdésről fog szólni, és egy felzárkózást fog jelenteni a önmagunkhoz képest a világjárvány előtti időszakhoz. Az idei év és a szezon számait és statisztikáit elemezve kijelenthetem, hogy mindenképpen sikeres szezont, illetve első 7 hónapot tudhatunk magunk mögött. Hogyha csak a szezonról beszélünk, akkor nem említeném itt a medvetó forgalmát, ugyanis az hűen tükrözi a szezon alakulását Szovátán. A 2021-es évben a tavalyhoz, tehát a járvány évéhez képest egy 30%-kal nőtt a belépők száma, míg 2019-hez képest, tehát a járvány előtti utolsó teljes évhez és szezonhoz viszonyítva egy 15%-os elmaradás tapasztalható a belépők számát tekintve.
A turistaforgalom körülbelül 80%-kal jobb volt az idei évben, mint a koronavírus megjelenésének idején. A járványhelyzetnek azonban pozitív hozadéka is felfedezhetőek. Abból a szempontból formált át a maga az emberek mentalitását, hogy ugye valamilyen szinten türelmesebbek, nincs az az ember özömlés, ami volt eddig, hogy folytak be az ajtón, keresték a helyet, türelmetlenek voltak. Most egy kicsit lenyugodott ez az egész rendszer, ezt láttam a turistáknál is. Nem volt az a hajsza, hogy most mindenki egy időbe akar enni, egy egészséges, folyamatos lezajlása volt minden egyes hétköznapnak, minden egyes hétvégének. Eddig azért ugye megvolt az, hogy hétvégék, akkor nagyon erős, és akkor hétköznapok az úgy teljesen elfogadható volt mindenkinek. Most pedig úgy egy teljes egész hét, mind a hét nap teljesen egészségesen lezajlott, anélkül, hogy az emberek őrjöngjenek, hogy nincs asztaluk, vagy van asztaluk, vagy miért késik a rendelést, vagy hasonló helyzetek. Bár az időjárás nagyban befolyásolja a szezon végének alakulását, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az iskolakezdés egyfajta lezárást, vagy legalábbis számbeli csökkenést idéz majd elő a turista forgalomba. A Gyergyói Asztali Tenisz Egyesület gyakorlott játékosaival lesz lehetőség kipróbálni a pingpongozást, hívja fel a figyelmet a Városi Sportklub. Az érdeklődőket szombaton délelőtt 10 és 12 óra között várják a Sétáló utcába. Hagyományteremtő céllal szervez gazdatalálkozót 2021. augusztus 25-én a Caritas vidékfejlesztés. Az esemény több kísérő programot is magába foglal, megáldják az új búzát és kenyeret, átadásra kerül egy vándorbölcső, illetve praktikáns találkozót is tartanak. Gazdatalálkozót szervez a Caritas vidékfejlesztés 2021. augusztus 25-én 11 órától. Nem titkolt cél, hogy a későbbiekben ebből hagyományt teremtsenek. Az egynapos rendezvény köré több kísérő programmal is készülnek. Augusztus 20-a nem csak az államalapításunk ünnepe is, hanem a hálaadás ünnepe is. Éppen ezért egy kisebb fajta hálaadó ünnepséget szervezünk a Caritas vidékfejlesztés égisze alatt. Megáldjuk az új kenyeret, az új búzát, a terményekért adunk áldást, illetve hálát. Erre meghívtuk a gazdákat, ugye van egy falugazdász programunk, amely keretén belül rengeteg gazdával állunk kapcsolatba. Meghívtuk a környékbeli gazdákat, meghívtuk a régi praktikánsokat. Az esemény egyik kísérő programja egy vándorbölcső átadása lesz. Át fogunk adni egy vándorbölcsőt az Agrárminisztérium jóvoltából felajánlásával. Az Agrárminisztérium részéről dr. Torna Márta főosztályvezető asszony fogja a vándorbölcsöt átadni. Célunk az, hogy a fiatal gazdákat egy picit ugye az új életre, az új bölcsőre picit serkentsük. 2-3 hónapot fog maradni egy gazda családnál a bölcső, és majd ezt követően egy másik családhoz fog vándorolni. Fontos momentuma az ünnepnek a Szent Benedek Tanulmányi Központban végzett gyakornokok találkozója. A Caritas vidékfejlesztés 1993 óta foglalkozik gazdákkal, ahol képzésekkel, pályázatokkal és fórumokkal próbálják segíteni őket. Az elmúlt évek során közel 4200 praktikáns tanuló ugye volt a vidékfejlesztés, illetve a Szent Benedek Tanulmányi Központ szervezésében. Nekik szerveztünk egy kisebb találkozót. Célunk az, hogy hagyományt teremtsünk is ezzel, nem csak a hálaadó ünnepséggel, hanem a praktikáns találkozóval is. Olyan embereket szólítottunk meg elsősorban, akik meghatározó líderei úgymond a közösségünknek. Célunk az, hogy velük egy picit szorosabb kapcsolatot ápolni, picit szorosabbra fűzve az együttműködést, vigyük előre az adott térséget, amelyben ők tevékenykednek, amelyben az ő gazdaságuk van, ezáltal nem csak az ő gazdasága nyer, hanem az adott térség is fejlődhet, illetve ha nagyban nézzük hosszú távon, egész Székelyföld nyerhet azzal, hogyha egy szorosabb együttműködés van a gazdák és különböző gazdaszervezetek között. A gazdák körében meghirdettek egy adománygyűjtést, bármilyen terményt szívesen fogadnak, amit a Szent Anna gyermekotthon részére fognak felajánlani. A találkozón dr. Kovács Gergely érsek fogja ezeket az adományokat megáldani, majd azt követően fogják átadni az otthonnak. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Folyamatosan gyarapodott ezen a héten az újonnan azonosított koronavírusos esetek száma. Kétféle felmérési módszert készít elő a Környezetvédelmi Minisztérium a romániai medvepopuláció felbecsülésére. Gazdatalálkozó és hálaadó ünnepséget szervez a Caritas vidékfejlesztés, ahol az egynapos rendezvényen több kísérő program is lesz. Fit percekkel folytatódik műsorunk most, friss híreket hétfőn hozunk legközelebb. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.